Közeleg a Márton nap, a november 11-i ünnep elmaradhatatlan eleme a libapecsenye és az újbor, amelyet ilyenkor szokás először megkóstolni. Az újborok hamarabb készülhetnek el idén, hiszen a forró nyárnak köszönhetően nagyon korai és sűrű volt az idei szüret, szinte minden szőlőfajta a megszokottnál korábban éred be. Augusztus elején már szüreteltek például nagy Gomboson. A gyümölcs éréséhez választották a szüreti időt. Ha átlagban nézzük, akkor egy teljesen jó év volt, hogyha átlagoljuk az éve a, a különböző hónapokat. Csak az volt a gond, hogy mondjuk átlagban ugyan kijött a csapadék mennyiség, csak ez mondjuk nem akkor esett le, amikor vártuk, meg nem egészen jól elosztva. Tehát tavasszal volt egy nagyon esős időszak, aztán a nyáron iszonyatosan száraz volt minden. A februárunk, az idei február a hetedik legmelegebb március lett volna, csak sajnos február volt. Hát egy kicsit ilyen, ilyen egyre furcsább évjárataink vannak mostanában, úgy érzem. Az elmúlt 5-6-7 évben várjuk, hogy majd jön egy ilyen klasszikus évjárat, és valahogy, valahogy nem akar megérkezni. A nagy gombosi szülős adottságait kihasználva készítenek fehér, rozé és vörös borokat. A rozé specialista borász megjegyezte, hogy az egyensúly egyre jobban tolódik el a rozéktól a fehér borok irányába. Sa már Szent Márton napját és a libát hoztuk szóba, akkor érdemes az étkekhez megfelelő bort választani. Nagyon szeretjük a savakat és a gyümölcsösséget. Én úgy gondolom, hogy a, a sav az minden bornak egy nagyon lényeges alkotó eleme. Ez a legvárok esetében is, ugye, a sav az, ami nagyon sok esetben tartósít a cukor mellett. Nagyon-nagyon szeretjük a szép, szép, jól összeálló savasságot a borban, amit nagyon jól kiegészít a gyümölcsösség ez a rozéknál, illetve a könnyedebb fehérboroknál nagyon-nagyon szép egyensúlyt tud alkotni. Nagy gomboson szeretik összeházasítani a borokat, sokszor többféle bor kerül együtt a palackba, például az írsai olivér lesz az alapja illatos fehérboroknak idén. Mi egyre inkább úgy látjuk, hogy amíg Hát egy ilyen 15 éve még nagy nagyrészt az emberek rozét szerettek volna fogyasztani, úgy mostanában egyre inkább fehéret keresnek rajtunk. Szerencsére, amikor itt mi nagy gomboson 2009-ben elkezdtünk dolgozni, akkor ugye tudtuk már, hogy nem, nem megoldás az, hogy az ültetvénynek a 99% a kék szőlő, és elkezdtünk az amik, ültetvényeket, amiket újra kellett telepíteni, azok nagyon sok százalékban fehér szőlő ültetvények lettek végül. Tehát ezzel szerencsére jó irányba indultunk el, mert egyre jobban keresik a fehér, fehér borokat rajtunk. Az ételajánlásokhoz nézzük a klasszikusokat. A fehér bor jól élik a ludaskásához, a levesekhez és a libatepertőhöz. A tartalmasabb, kicsit sötétebb rozék a valamivel nehezebb ételekhez passzolnak, de a libasült már a vörös bort is szívesen fogadja. Az asztalra kerülő hízott libamáj mellé inkább késői szüretelésű édesbor javasolható.